Másnap az ünnepre felzarándokolt tömérdek nép hírét vette, hogy Jézus Jeruzsálembe érkezik. Pálmágakat szedtek, kivonultak eléje, és így köszöntötték Hozsanna, áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya. Jézus találtott egy szamácsikót, s felült rá, ahogy az írás mondja, ne félj sió leánya, nézd, királyod jön, nőstény szamár hátán. A mai nappal, virágvasárnappal elkezdődik, bátran mondhatjuk, hogy keresztény mi voltunk, legnagyobb, legmélyebb misztériuma. A köztudatban, ahogy él, nagy hét, Urunk Jézus Krisztus szenvedésének hete, de ez dicsőséges feltámadással zárul. A mai nap liturgiája az egyben egy olyan figyelemfelhívás arra, hogy hogyan is kellene nekünk viszonyulnunk a mi megváltónkhoz? Igen, örömmel, pálmával, és reméljük, hogy nem jutunk arra sorsa, mint a jeruzsálemi nép, hogy alig telt el pár nap nagypinteken a kommentárok szerint, a bibliai szakértők szerint, ugyanaz a nép azt követelte, elvele, feszíts meg őt. Ez egy szomorú tény, hogy olykor az emberek széltől lengetett náccál módjára viselkednek. A hittel, lélekkel végezzük ezt a nagy hetet, és te, mint főmunkatársam, nagyban hozzájárulsz ahhoz, hogy az a sok száz, vagy mondhatni, hogy így akár pár ezer ember most így a nagy héten meg fog fordulni, hogyan tudod így zeneileg, ének, kórus művek szempontjából ezt még jobban elmélyíteni? A műveket alapvetően igyekszem úgy összeválogatni a nagy héten, ami tulajdonképpen a római misekönyv, illetve a Graduale románum alapján a legjobban oda passzolnak. Ezek meg vannak adva nagyon-nagyon ősi hagyományok alapján. Nyilván mi a Gregoriánt veszük alapul, hiszen mindig az egyházzenének az alapja az a Gregorián, és azokat a kórusműveket, amelyek legjobban passzolnak hozzá. Ez jelenti a kórust is, illetve jelenti a plébánia lány szkóláját, lány karát, a Vox Carmelit is, Igen. ugyanígy válogatom össze. Olykor alig nyitják ki a szájukat az emberek, én is szóvá hát tettem néhányszor, hogy nem hallom, tehát kicsit hangosabban válaszoljanak, és főleg az éneklés fiataloknál a szinte tabu. Hogy sikerült mégis ezeket a fiatal lányokat, a tényleg lányok, amikor hát ilyen gátlás, a mit tudom, mi van bennük, hogy kinyitják a szájukat, és mintha angyali hangok jönnek. Úgy is szoktam őket nevezni, hogy ez hogy indult ez a Vox Ez egy érdekes dolog, hiszen ők minisztránsok. És a Szent Erzsébet ünnepére készültünk két évvel ezelőtt, Igen, és tulajdonképpen ők már annak idején adtak műsort, ha nem is ilyen konkrétan, mint akkor, de egy egy műsorral készültek, és már tudtak bizonyos énekeket énekelni. És akkor úgy gondoltam, hogy hogy megkérem őket, hogy szintén most is, két évvel ezelőtt is, Jöjjenek és énekeljenek. Én nem tudtam, hogy milyen hangi adottságaik vannak, ugyanakkor összeálltak, jó. és igen, most bebizonyosodott, hogy, hogy jó hangi adottságuk van. Összeálltak, és gyakorlatilag, mint barátnők jöttek össze, és én ezt a barátságot, kvázi kihasználva, meg ezt a jó kapcsolatot tartottam őket egybe. Nagy hét, ugye hétfőn, kedden, szerdán, a csendesség, minden napnak megvan a szépsége, de ami a legfontosabb, <coughs> nagy csütörtök, nagy és nagy szombat. Nagy ilyenkor minket behív az érsekatya, de hát nem csak behív, hanem megyünk önként is, mert úgynevezett krizma misére megyünk Veszprémbe, ahol megújítjuk a papi ígéreteket, hiszen az egyházi rend alapítását is ünnepeljük, és ilyenkor a papság együtt van, mint a 12 apostol Jeruzsálemben, Ugyanazt éljük át, mondjuk az esti szentmise keretében is, de ezért a Krizma misében megújítjuk. Ez nagyon szép, ez most a Székes Egyházba lehetünk Veszprémbe, az érsek megáldja az olajokat, és estére készülünk. Ti hogyan készültek? Hát ugye nagy csütörtök az utolsó vacsora emlékezete. Nyilván a egyik leggyönyörűbb énekünk Mintázza ezt, úgy hangzik, hogy hol szeretet és egyetértés ott az Isten. Ez akkor hangzik el, amikor az adományokat felajánljuk nagy csütörtökön. Gyakorlatilag ez, ez egy nagyon-nagyon nagy összefoglalója annak a napnak, mert szeretetben vannak együtt azon a napon, és úgy gondolom, hogy lehetőleg mi is szeretetben leszünk is ez együtt. felajánláskor lesz? Ez így van, ez Igen. a felajánlási ilyen. A lábmosás szertartása alatt mit énekel? A lábmosás szertartása alatt gyakorlatilag ugyanennek a megfordított változatát, a latin változatát, az Ubicaritas et Amor, de természetesen annak is megvan a maga, maga népéneke is egyébként. Mindegyik liturgia szív, de az egyik legszebb, ez a nagycsütörtöki, és aztán a virasztás. Idén úgy tudom, hogy a virasztásra is készültök valamivel? Így van. Hát a virasztás az, az tulajdonképpen a búcsú beszéd felolvasásával szokott állni. Ennek egy nagyon-nagyon szép szimbolikája, amikor az oltára 12 gyertyát helyezünk, méretarányban, emelkedő nagyságban és gyakorlatilag a búcsúbeszédet énekeljük, illetve olvassuk, és a megfelelő szakaszoknál csendet tartunk, ilyenkor már sötét a templom. Ez, az, ahogy mondtad, a dráma, ez Igen, megjelenik, Igen. és akkor mindig egy-egy gyertyát elfúj egy minisztráns, és kiviszi, ezzel jelezzük azt, hogy el, ahogy elaludtak a vírasztó Igen. tanítványok, majd a végén a, a középső gyertya marad, mutatván Krisztust, aki víraszt a szent éjszakában mintha az életünk sokszor egy ilyen kálvária lenne, tényleg annyi nehézség van, bizonytalanság, mostani helyzet, ami tapasztalható a világban, de minden szenvedés után ott van a feltámadás, és ezt ünnepeljük meg így a kórussal, egyénileg, kántorként, organistaként, karvezetőként, így hogyan látod így a nagyszombati liturgiát. De számodra mi az, ami igazán kiemelkedik ebben a liturgiában? A nagyszombatnak a kulcsa az a fény. Fény. Tehát az, hogy, az, hogy gyönyörű az a szimbolika, ahogy, ahogy behozzátok a húsvéti gyertyát a sötét templomba, és ahogy Krisztus világossága megjelenik az emberek között. És ne, igen, a gyertyalángokat először. Így igen. van, amikor elosztjuk a gyertyalángokat, ez mind-mind olyan gyönyörű szimbolika, ami, ami talán ugyanígy az énekekben is megjelenik. És nekem ez talán ez ez az igazán, ami megfog, hogy az elején olyan még puritán szinte. Énekeljük az zsoltárokat, olvassuk az olvasmányokat. És, és amikor visszajön a dicsőség, amikor, amikor tavaly a diakónus kért téged, hogy Állj az Anya Szent Egyház közepére, és te légy az első, aki ezt az éneket visszaadja. És akkor tulajdonképpen a pap, a plébánus te, a dicsőség a himnuszt intonálod, és gyakorlatilag megzengenek a harangok, megzenge az orgona, és, és akkor tudatosul szerintem az emberek, hogy itt bizony valami történt. Én, mint, mint laikus, mint a közösségnek a laikus tagja, azért látom azt, hogy egy plébános feladata az, hogy, hogy egy közösség számára a húsvét misztériumát elhozza. Tehát az, hogy, hogy te vagy az, aki ezt a közösséget Jeruzsálembe fölvezeted a virágvasárnap, és utána a feltámadáshoz elviszed. Igen. És azért ezt, ezt talán ezt így nem szoktuk kimondani, de de a közösség nevében mi hálásak vagyunk neked azért, hogy, hogy te elhozod a közösség számára ezt a húsvétot. Az elmondhatom, hogy a liturgia az nagyon a szívügyem, és nagyon hálás vagyok, örülök annak, hogy olyan munkatársaim vannak, akiknek szintén szívügyük, és ez zeneileg különösképpen igaz rá. A kórusunk, ahogy bővült, szinte megduplázódott a kis Szent Térész kórusnak a létszáma, örömmel, derűvel jönnek, de én azt gondolom, hogy ehhez kellenek olyan vezető, kaliberű emberek, akik erre képesek. De ugyanúgy a minisztrások, vagy a Vox Kármeli, hogy, hogy egy-egy ilyen, egy, mint egy nagy közösség, család vagyunk.